Városunkban már 23. alkalommal találkoztak és dolgoztak együtt, egymást segítve és inspirálva a tűzzománc szerelmesei. A Zománc Művészeti Alkotótáborban összesen 18-an vettek részt, a helyszín a Tűzhelygyár volt. 1987-ben alakult Cinke Ferenc szervezésében, eleinte csak a helyi művészeket hívtuk meg, és utána már most jelenleg az országossá nőtte ki magát. Az ország több városából, Szolnokról, Hatvanból, Miskolcról és Budapestről is érkeztek művészek az ötnapos táborba. Minden nap reggeltől késő délutánig dolgoztak, különböző méretű lemezekre, ilyenből készülnek egyébként a tűzhelyek. A gyár a lemezek mellett a zománci szapot, a színezékeket és persze az égetőkemencét is biztosította. A zománc képeket 800 fokos tűzben égetik. Egy jó tűzománc képhez kell egy nagyon jó lealakozott lemez, jó színek, megfelelő hőmérséklet, jó ötletek és a véletlen játéka mindenképpen. Mert a véletlen legalább fele részben hozzájárul a jó kép sikeréhez. Hogy ez a titka. Egyébként meg, ha valami nem sikerül, akkor legtöbbször újra kezdjük és próbálunk kísérletezni addig, amíg olyan nem lesz, amilyenre mi szeretnénk. Témát a táborvezetők már évek óta nem hirdetnek, ezúttal is mindenki a saját elképzelései alapján dolgozott. Nagyon sokfajta technikát kipróbáltam én már, és úgy érzem, hogy önkifejezés ez a legjobb számomra. Nyilván tervekkel érkezünk, és vannak konkrét dolgok, amiket elkészítek, de vannak, amit itt a kollégák, maga a környezet inspirál, illetve vannak véletlenszerű játékok a festékkel is, meg a kemencével is. Ez majd egy ilyen bálványimádók lesz majd, azt szeretném, és különböző formák lesznek majd rajta. Ez egy ilyen sziklás szerűségű kép, és akkor abból fognak majd kijönni ezek a figurák. Az alapító tagok közé tartozom, egy kisebb kihagyásokkal, gyakorlatilag a kezdetektől a jelenlegi alkalomig részt vettem, mert hogy én eredendően textiles vagyok, textiles iparművész, és ez egyfajta kirándulás. Én alapvetően a földszíneket kedvelem, ezeket a meleg barnákat, sárgákat, és ami most készül, ez egy ilyen tulajdonképpen fonalháló, ez a textiles másik énemből ered, gondolom, és hát ami majd rákerül, azok ezek a szabóbabák, amik hát itt majd valami több jelentőséggel bírnak, mint amit betöltenek funkciójukban, tehát valami jelképes üzenetet hordoznak. Az idei tábor különlegessége az volt, hogy a zárónapra közös alkotást készítettek a művészek. Térplasztikát szeretnénk összeállítani. Mindenki kapott egy különböző formájú lemezt, és akkor majd a végén áll össze egy kompozícióval a gyárnak ajándékozzuk. Mint ahogyan a táborban született alkotások egy részét is a gyárnak ajándékozzák, a vendégszeretetért. A többi alkotásból a hagyományoknak megfelelően kiállítást rendeznek majd a nagyközönség számára.